2018 nyarán kezdtem el tervezni a Dubai Világkiállítás magyar pavilonját, amely október 1-én nyílik meg. Ugye volt egy éves csúszása a pandémia Covid helyzetre való tekintettel, tehát ez továbbra is úgy szerepel, hogy Expo 2020. És a felkérés egyik elem az volt, hogy Magyarország a vízzel jelenjen meg, tehát szerepeljen a pavilonban valamilyen formában a víz. Két vezérelve volt ennek. Az egyik, hogy egy olyan technológiával építeni, amely nem használ vizet. Tehát, hogy pont ott a Dubajban a víz amúgy is nagy kincs, hát nem kéne pazarolni fölöslegesen, és ráadásul még akkor arról is szól, hogy esetleg szétszedni a házat, tehát erre én kitaláltam egy száraz technológiát. A másik meg a vizet úgy mutattam be a házba, vagy úgy gondoltam, hogy úgy kell bemutatni, hogy nem használunk vizet. Tehát minden egyéb érzékszervünkkel, a tapintással, a szaglással, a hallással, a látással lehet érzékelni a vizet, de mondjuk ne tegyünk be medencéket, nem tudom milyen vízkincseinket, hanem egy ilyen virtuális technológiával ábrázoljuk, és erre egy ilyen tematikus útvonalat dolgoztam ki a pavilonban, amely tulajdonképpen többé-kevésbé így is valósult meg. Két éve a művészetelméleti tagozatunk ülésén merült föl, hogy lehetne a vízre egy konferenciát tartani, amely egyszerre művészeti és tudományos. Hát ez történik most. 8 előadóból gyakorlatilag fele-fele tudós, fele művész, és nagyon érdekesek szerintem az előadások. A művészetnek mindenben nagyon fontos szerepe van, hiszen én azt vallom, hogy művészettel oktatni, nevelni kell a gyerekeket, fiatalokat. Tehát nem egy ilyen elvon, magas minőségű, kevesek által érthető művészetről beszélek, hanem egy mondjuk egy hétköznapban jól használható olyan művészetről, ami általános műveltséget ad minden embernek. Két nagyon nívós és nagyon híres mai szerzőt hoztam, Ötvös Pétert, nehogy magyar, és egy kínait, Tandunt, aki azt hiszem, hogy talán kevésbé ismert a közönség számára. Ha már ezt a Tandunt emlegettük, egy 60 év körüli szerző. A darabjait, ő használja vizet, mint anyagot is az előadásai során, tehát egy egész komplex zeneszerző a vízzel való viszonyában. És mindegyes darabjánál, ahol vizet használod, könesztetikával járja körül, hogy mit jelent számára a víz. Van, amikor azt jelenti, hogy mondjuk itt tudom, egy újjászületés. Az egyik művében például egészen pontosan a víz tisztasága, a környezet szennyezés jelenik meg, mint esztetika. Nem kellene nekünk mindenhova öntözőrendszert betervezni, hanem egyszerűen olyan kerteket kellene tervezni, aminek elegendő az a vízmennyiség, amit a Jóisten ad. Például ez csak egy icipici szempont, és az emberek szemléletét is olyan módon kellene megváltoztatni, hogyha én ránézek egy parkba egy növény kiültetésre, akkor van egy standard, amit az emberek elvárnak. De ha én egy olyan kertet terveznék, aminek jóval kisebb vízigénye van, jóval szárazságtűrőbb növényekkel, annak egy teljesen más képe van. És az embereknek azt előbb el kellene tudni fogadni, hogy az nem az a kis tühtig kert, nem biztos, hogy minden gyepet ilyen rettenetes szépen nyírni kellene, vagy egyáltalán a fogalmuk lenne arról, hogy mondjuk egy golfpályának mekkora vízigénye van. Egy golfpálya olyan nagyon szép természetes és olyan gyönyörű, rettenetes, káros, iszonyú vízmennyiséget kell felhasználni ahhoz, hogy ott az a gyep olyan legyen, hogy tudják használni. Lehet azt mondani, hogy nem volt bölcsebb az ember, csak gyengébb. Mindenesetre együttműködött, együtt élt, együttműködött egyfajta természetszerű együttműködésben a tájjal és benne a vízzel, ami a legfontosabb alkotó elem nagyon sok szempontból, hogy itt egyszerre van elegendő napsütés és elegendő víz, ugye nem fölülről, hanem alulról képes elegendő víz lenni a rendszerben, és így van az, hogy Európa híres kertjeként emlegették Magyarországot ugye még a koraikorban, tehát egyfajta édenkert állapot lehetséges egy megfelelő vízhez való hozzáállással, és ehhez képest azt látjuk, hogy gabonaványaként tekintettek az Alföldre az elmúlt 150 évben mondjuk,
és egy iparszerű, monokultúrás, csúcsrajáratos hozzáállással a sivatagos ítás felé, mert ez nem sivatagosodás, amit van, hanem sivatagos ítás, tehát koncepcionális, nem olcsón, kemény, következetes munkával írja el a jelenlegi vízgazdálkodás és tájhasználat, hogy rendkívül erősen leromlottak az emberi élet fenntartásának a körülményei vagy lehetőségei. Amikor fényképezőgépet használok, akkor vannak olyan témák, amik nagyon sok lehetőséget nyújtanak, ilyen a víz is. A víz ugyanis egy állandóan, vagy a víznek az a része, amivel legtöbbet találkozunk, az talán a vízfelület, és a vízfelület az egy állandóan változó képözön, tehát szinte felrázza az embert, hogy minden pillanatát valahogyan megragadja, megörökítse. Egyszerre valóságos, egyszerre virtuális, egyszerre a változásoknak a színtere, az átlátszósága az szintén valami miatt nagyon vonz, de mindegyünknek van egy vágyódása a vízhez, hiszen az első anyagélményünk, meg az első akusztikai élményünk az anyamében az a vízzel kapcsolatos.